Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Aranyvasárnap, advent negyedik gyertyája is lángra lobbant. Tovább emelkedtek a karácsonyfák árai, de még mindig a Nordman fenyő a legnépszerűbb. Minden korábbinál többen segítettek, több mint 400 ajándékkal teli cipősdoboz gyűjtöttek össze Szekszárdon. Mindenki karácsony a nagymányokon, szerényebben ünnepeltek a településen idén. November 18-án Tolna megye szinte valamennyi településén meggyújtották az adventi koszoruk negyedik gyertyáját. Több helyen zenés és színpadi műsorokkal is készültek a szervezők aranyvasárnapra. Aranyvasárnapon késő délután gyújtották meg Szekszárdon a település adventi koszorújának negyedik gyertyáját. A keresztény tanítás szerint ez a szeretet jelképe. Az ünnepvárás kapcsán Kaszó Gyula, a helyi református lelkész arról beszélt, hogy az advent igazi üzenete a feltétel nélküli szeretet, amit Jézus tanúsított az emberekkel szemben. Az Úristen közeledésére a nyomorult világba, az első advent után, amiről így beszélünk hitvallásunkban, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Ez volt a negyedik adventi gyertya meggyújtása után Vágó Bernadett, szekszárdi származású színésznő szórakoztatta a Szent István téren levőket. Dombováron szintén karácsonyi hangulatú színpadi produkcióval készültek a szervezők advent negyedik vasárnapjára. A Tinódi ház előtti téren decemberben programok várták a helyieket. Voltak családok, akik minden hétvégén kilátogattak ide. Pintér Szilárd, a település polgármestere azt mondta, igazán mozgalmas időszakon vannak túl Dombováron. Mosolygó emberekkel találkoztam estéről estére. Hiszem, hogy a negyedik vasárnap után felkészültünk a karácsonyra, egy hét választ el minket, és meg is ragadom az alkalmat, hogy mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és azért az új évben még egy picit visszvárnék, hiszen szilveszteri futásra várunk mindenkit december 31-én. A Bonyhádi énekkarok közös műsora tette ünnepélyessé a negyedik gyertya meggyújtását a Völgységi Advent rendezvényén. A lángot ezúttal is Filóni Ferenci Bolya polgármester és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője gyújtotta meg az összefogás jegyében, mint ahogy ez jellemezte a program egészét, hiszen a város mellett számos civil szervezet és intézmény is részt vett a szervezésben és a lebonyolításban. Az egyházak képviselőinek közös áldása mellett gyulladt fel a szeretett lángja a Völgységi Advent koszorúján. A rendezvényhez kapcsolódóan zajlott a cipősdoboz akció is, illetve az Angyalhívó Egyesület jótékonysági programja, melyre idén jóval több felajánlás érkezett, mint az elmúlt esztendőben. Tavaly évben 150 zsákban angyalt tudtunk összehozni, idén ez a duplája volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok felajánlás érkezett, és látszik az embereken, hogy oda jönnek és vásárolnak, és hogy nagyon szívesen adakoznak az emberek. A jótékonysági akció keretében az Egyesület karácsonyig házhoz viszi az ajándékokat, illetőleg az ünnep előtt még halat és süteményt is visznek a leginkább rászoruló családoknak. Két halálos baleset történt mindössze 15 percen belül Tolna megyében. Pénteken este az M6-os autópályán három autó szenvedett ráfutásos ütközést. Az egyik sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Pusztahencse térségében pedig két kocsi ütközött össze, ott egy férfi vesztette életét. A rendőrség minden közlekedőtől fokozott figyelmet kér. Idén közel 15%-kal emelkedtek a karácsonyfának való növények árai, ennek ellenére nem csökkent a kereslet azok iránt. Magyarországon az emberek évente közel 2 millió fenyőt vásárolnak. A legnépszerűbb fajta még mindig a Nordman, aminek méterára a 9000 forintot is eléri.
És ami előnye ennek a földlabdásnak, hogy beültettük cserébe, ezt majd ugye könnyebben elhelyezhetik a lakásba, valamint kiültethető a februári-márciusi hónapokban. Kicsi, nagy, ezüst, Nordman vagy Lutz, számos fenyőfa több méretben megtalálható a szekszárdi Szépkertfa iskolában. Mindegyiket azért nevelik, hogy szebbé tegyék valaki ünnepét. Idén az előző évhez képest 10-15%-os emelkedéssel kell számolni, mondja a szakember. A tapasztalatok szerint a hónap elején többnyire a cégek és a közintézmények veszik meg a fákat, az utolsó pillanatig azonban nem szerencsés várni, a legszebb darabokat addigra ugyanis már elviszik. Nem érdemes szerintem az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyfa vásárlást. Mi próbálunk kedvezni a vásárlóknak azzal, hogy akár most megvásárolhatják a fenyőfát, kiválaszthatják, és mi egészen december 23-áig tároljuk, mert ugye sok esetben az a probléma a hely szűkében nincs, ahol tárolják a vásárlók, és ezért így ezt megpróbáljuk ezt a problémát kiküszöbölni, meg megoldani. Egyébként még mindig a Normandot szeretik a legjobban hazánkban, aminek méterenkénti ára a 8-9 ezer forintot is eléri idén. Gondolom, ez köszönhető az impozáns megjelenésének, valamint, hogy puha tűlevelű fáról beszélünk, tehát a kisgyerekes családok azért ezt előtérbe helyezik, és például egy lucfenyővel összehasonlítva a tűlevelei sokkal tartósabbak, tehát később hullatja le a tűleveleit. Magyarországon egyébként az emberek évente közel 2 millió fenyőt vásárolnak. A hagyomány szerint a karácsonyfát legkorábban vízkeresztkor, vagyis január 6-án szokás lebontani, addig a fűtött házakban és lakásokban is szinte valamennyi fa kibírja jelentősebb levélhullajtás nélkül. Lakossági madárszámlálási akció indul a két ünnep között az egész országban, így Tolna megyében is. A folyamat heti egy-egy napon egészen 2023. február 28-áig folytatódik. Az akció célja, hogy bevonják az embereket a környezetükben élő repülőgerincesek megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő, közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Azoknak, akik csatlakoznak a Madártani Egyesület kezdeményezéséhez, nincs más teendőjük, mint megfigyelni a madáretetőn és környékén megjelenő szárnyasokat 30 percen át, majd a látottakról szóló információkat beküldeni e-mailben. Rekordszámú több mint 400 ajándékkal teli cipős dobozt adományoztak a szekszárdiak a helyi humánszolgáltató központnak a Babits Mihály Kulturális Központ akciója során. A Tolnai megyeszékhelyen ennek már hagyománya van. A felajánlások egy jelentős részét már célba is juttatták. Jó kívánság is járt a cipős dobozba tett ajándékok mellé. Több mint 400 felajánlás érkezett idén a szekszárdi humánszolgáltató központnak. A hagyományos karácsony előtti akció során összegyűlt gyerekjátékok legnagyobb része már el is jutott azokhoz, akiknek gyűjtötték azokat. Ilyenkor már mi a különböző névsoraink és táplázataink az adományok tekintetében készen vannak, tehát tudjuk, az összes családsegítő esetmenedzser kollégák tudják már, hogy ki az, akinek ezeket a csomagokat juttatjuk, úgyhogy tulajdonképpen a mai délután ezeket szépen rendszerezni fogjuk. A családok átmeneti otthonába már ma délután, illetve a hajléktalanszállóra már ma délután lejutnak ezek a csomagok, és a jövő héten pedig a többiekhez is. Szekszárdon már hosszú évek óta hagyomány, hogy a helyi Babits Mihály Kulturális Központ cipős doboz akciót szervez karácsony előtt. Azt kérik a helyiektől, hogy rászoruló gyerekeket segítsenek így. A csomagolásra pedig írják rá, hogy hány éves és milyen nemű kicsinek szánják az ajándékokat. Több ilyen akciónk volt az adventi időszakban, és hát lassacskán vége felé érkezik az a programsorozat is, ami hasonlóan sok-sok nehezebb sorsú embernek jelentett egy-egy szép meghitt pillanatot. Nagyon sok civil és önkéntes szerepelt ezekben a hetekben a Babits Mihály Kulturális Központban és itt a előttünk szépen feldíszített téren. Ez mind-mind egy-egy apró kis szelete annak, amit a karácsony és ez a várakozás időszaka jelent nekünk. A mostani nehéz gazdasági helyzetben különösen jó látni, hogy minden korábbinál többen segítettek a rászorulóknak Szekszárdon. Ezt a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere mondta a csomagok átadását követően. Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Ház dolgozóinak. Egy az, hogy meghirdették, összegyűjtötték, és ilyen rendezett formában tárolták, és így át tudjuk adni a Humánszolgáltató Központ vezetőjének, és köszönjük szépen minden támogatónak a segítséget.
A cipős dobozok kiszállítása tehát még szenteste előtt befejeződik. Csütörtökön elkezdődik az idei évben az önkormányzatokat is érintő igazgatási szünet. Az állami hivatalokban már évek óta bevett gyakorlatnak megfelelően most a települési közigazgatásban is leállnak a legtöbb helyen az ügyfélfogadással. Az intézkedés célja, hogy a városok és falvak takarékoskodjanak az energiaköltségeken. A szünet január 8-áig tart majd. Az utóbbi években lassan, de folyamatosan nő a hazai halfogyasztás. A nehézségek ellenére van elég, és mindenki megtalálja a karácsonyi asztalra valót az üzletekben, mondta Nagy István agrárminiszter hétfőn egy a halfogyasztás népszerűsítő sajtótájékoztatón. A tárcavezető kiemelte, a karácsonyi időszak meghatározó a hazai halfogyasztásban. Becslések szerint a termelők ekkor értékesítik a teljes éves étkezési mennyiség 40%-át. Az agrárminiszter mindenkit arra biztatott, hogy keresse és vásárolja a magyar halat. Kettős ünnepet ültek advent negyedik hétvégén Kisvejkén. A gyertya meggyújtása egyben a megújult művelődési központ átadását is jelentette. Az elmúlt időszakban a település közel 50 millió forint pályázati forrás nyert, ami lehetőséget teremtett utcák burkolatának javítására, játszótér kialakítására és a művelődési ház korszerűsítésére is. Cseke Lajosné a település óvónője gyújthatta meg a negyedik gyertyát a kisvejkeiek koszorúján, a felújított művelődési házban. Farkas Jókai Noémi, a település polgármestere azt mondta, nagyon fontos lépés volt a korszerűsítés, hiszen ez az a hely, ahol az önkormányzat legfontosabb célkitűzésének, a közösség építésének tudnak helyet biztosítani. A kis településeken élő közösségek a műfházban tudnak összejönni. A testületünknek a legfontosabb célja a közösségépítés volt, 2019-től ezt szeretnénk, és egy korszerűbb művelődési házba télen mondjuk programot szervezni jóval könnyebb a mai energiaárak mellett. A település az elmúlt időszakban több mint 50 millió forint pályázati forrást nyert el, és ebből számos beruházást hajtott végre, mondta átadójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A kultúrházat újították fel 35 millió forintból, 15 millió forintból pedig útfejlesztéseket, illetve felújításokat hajtottak végre itt Kisvejkén, de az előző már ebben a ciklusban, önkormányzati ciklusban megvalósult beruházásokkal együtt azt mondhatjuk, hogy 70 millió forintos támogatást nyert el ez a falu is. A műfáz felújításának keretében nyilazárok újultak meg, korszerűsödött a fűtési rendszer, és tovább bővült a napelempark is. Tavaly óta év végén egy polgárát külön is díjazza a település. A falu kulcsát és ezzel a díszpolgári címet idén Dudás Mihályné vehette át, aki évtizedeken át volt Kisvejke védőnője. Kisebb ünnepséget szerveztek idén Nagymányokon advent negyedik hétvégén. Az energiaárak emelkedése miatt nem a megszokott módon tudták a településen megtartani a Mindenki Karácsonya nevű programot, de fontosnak tartották, hogy valamilyen formában megőrizzék a sok éves hagyományt. Advent utolsó hétvégéjét csobánolással ünnepelték Nagymányokon. A bukovinai székelyek betlehemes játékára, a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokásra sokan kíváncsiak voltak a településen. Ezeket a karaktereket, ezt a népszokást még Bukovinában hozták magunkkal az őseink, ezt már ott is így adták elő, és nagyon fontos, hogy nagyon kell ügyelni arra, hogy milyen szavakat használunk, milyen mozdulatokat, hol hangsúlyozunk, mindent úgy kell csinálni, ahogy azt csinálták régen. Ez már Bukovinában is erre törekedtek, csak mindig úgy, hogy egy kicsit jobb legyen, mint az előző évben. A délután során kirakodó vásár várta az ide látogatókat, de a Didergő király meséjét is meghallgathatták az érdeklődők. Bár hagyományosan nem ez a program a településen ilyenkor, most az energiaárak és a megszorítások miatt szerveztek kisebb ünnepséget. Nekünk ilyenkor Mindenki Karácsonya bent a sportcsarnokban egy nagyszabású rendezvény szokott lenni, és úgy gondoltuk,
gondoltuk, hogy azért, mert ez a rezsicsökkentés van, és mindenhol hideg van, akkor azért a ünnep melegségét őrizzük meg ezzel a rendezvényel, és egy kis kézműves vásárral, ezzel a kis műsorral próbáltuk a város lakóinak az ünnep hangulatát megelőlegezni. A délután során jótékonykodni is lehetett a Nagymányoki piac téren, hiszen az egyik pulton a Pittypang óvodások szüleinek mézes kalácsait lehetett megvásárolni. Az összegyűlt bevételt az intézménybe járó gyerekek javára fordították. Regionális híreink következnek. 126 gyermek karácsonyát teszik szebbé, cipős doboz akció a Baranya megyei kormányhivatalnál. Mindenkinek jutott plüss, pólósok ajándéka hátrányos helyzetű gyerekeknek. Anya otthonban jártak az adventi segítők, süteménnyel, adománnyal érkeztek a kaposvári Center Lions Klubtól. 126 cipős doboz került a pécsi Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolába. Különleges csomagokról van szó, hiszen mindegyik ajándékot rejt. A Baranya megyei kormányhivatal egy már évtizedes hagyomány szerint idén is megrendezte ezt a gyűjtést. A gyerekek segítették kipakolni ezeket a csomagokat. A színes papír alatt ajándékokkal teli cipős dobozok lapulnak. A Baranya megyei kormányhivatal immár évtizedes hagyományt tartva ugyanis ismét meghirdette ezt az akciót. Az adományok pedig a pécsi Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolába kerültek. A legtöbb kollégánknak vannak kisgyerekei, vagy voltak kisgyerekei, ha már meg is nőttek, és tudják, hogy milyen nagy örömet okoz karácsony tájékán ajándékot kapni, meg azt is tudják, hogy minek örülnek a gyerekek, úgyhogy ennek megfelelően készítették el a csomagokat, töltötték meg a dobozokat játékkal, mesekönyvvel, édességgel. Az intézménybe tavaly hoztak először ilyen ajándékokat a kormányhivatal munkatársai. Akkor meggyőződtek arról, hogy itt igazán jó helyre kerülnek a cipős dobozok. Az iskolában minden gyermek egyenlő, így nem kiválasztásos alapon kapnak csomagot a diákok. Nagyon nagy segítség. Sok támogatóval rendelkezik az intézményünk, viszont nagyon örülünk, hogy tavalyi tanévtől a Baranya megyei kormányhivatal is támogat bennünket, és így a hátrányos helyzetű tanulóinkat még több szeretettel, teli ajándékkal tudjuk jutalmazni. Idén egyébként 126 cipős doboz gyűlt össze a kormányhivatal dolgozóinak felajánlásaiból. Minden ilyen gyűjtés során így itt is megjelölték, milyen korosztályú és milyen nemű gyermeknek ajánlják fel a csomagokat. Ezeket a jövő hét folyamán osztják majd ki a diákoknak. Idén is gyűjtöttek plüssöket a pécsi vízilabdázók, hogy hátrányos helyzetű kisgyerekek karácsonyát tegyék szebbé. Ebben az évben ráadásul olyan sokan álltak a nemes cél mellé, hogy nem csak a tervezett 5 intézménybe, hanem az összes pécsi keleti városrészi óvodába jutott plüss ajándék. Elérkezett a nagy nap, amikor a PVSK meccsek fűszért játékosai és a vezetőség karácsonyi ajándékokkal lepte meg a keleti városrészi óvodásokat. A Buzsáki Imre utcai intézményben dallal és közös tánccal készültek a gyerekek. Lajkó Márton nem először vesz részt az akcióban. Nagyon kedvesek, sokszor énekelnek nekünk, vagy szép ajándékokat kapunk. Most például egy táncot is megtanítottak nekünk, úgyhogy mindenféle módon próbálnak kedveskedni. A PVSK meccsek fűszért vízilabdázói 7. éve gyűjtik a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen. Idén nem csak a tervezett 5 intézménybe, hanem az összes keleti városrészi óvodába jutott plüss ajándék. Volt 2 év a Covid alatt, amikor ez egy kicsit döcögősen ment, viszont az idei év az egyszerűen fantasztikus volt. Tehát az a plüss áradat, ami érkezett hozzánk, illetve a partnereinkhez, akik részt vettek ebben az akcióban, tényleg felemelő volt látni, hogy mennyi plüss érkezik. Annál már csak azok nagyobb örömet, meg boldogságot, hogy itt látjuk a gyerekeket, amikor válogathatnak a plüssök közül, olyan plüssök közül, amik mások számára már meguntak és feleslegesek, viszont itt a gyerekeknek óriási örömet tudunk okozni vele. A keleti városrészi óvoda Buzsáki utcai tagintézményébe jelenleg 40 kisgyermek jár. Az óvodások 85%-a hátrányos helyzetű családban él. Idén senki sem kért ügyeletet, így mindegyik kisgyerek a családjánál tölti az ünnepeket. Ez a Buzsáki Imre utcai tagóvoda, és bányász óvoda volt régen, de most ugye az önkormányzat a keleti városrésznek az óvodája, és ha mindig sok szeretettel várjuk a vízilabdázókat, hogy hoznak nekünk, és örömmel készülünk, hogy
és vártuk, hogy jöjjenek. A vízilabdázók az ajándékozás után már siettek is tovább, hiszen még sok gyerek várta őket a keleti városrész többi óvodájában, hogy a plüss állatok új gazdái lehessenek. Süteményekkel és ajándékokkal lepte meg a kaposvári Borostyán Virágany otthont a helyi Center Lions Club. Ezen kívül hozzájárultak az intézményhez vezető út javításához is. Sőt, támogatóik 120 000 forinttal segítették a rezsiköltségek kifizetését. Örömmel vették át a Borostyán Virág anyaotthon gyermekei az édeségekkel és fogápoláshoz szükséges kellékekkel megtömött bögréket. A kaposvári Center Lions Club tagjai ezen kívül még sok-sok süteménnyel is megvendégelték a lakókat. Ettem ilyen gyümölcsöset, meg ilyen kettőt, meg ilyen karikát, ilyen csokis karikát, és ilyen ide. A Center Lions Club idén már 6. alkalommal támogatja karácsony környékén az anyaotthont. Igaz, máskor is segítik az intézményben menedéket, találókat. Évközben is járunk, szoktuk hozni ruhákat, játékokat, anyák napján szinte mindig megjelenünk, hozunk fodrászt, körmöst, kozmetikust az anyukáknak, játszunk a gyerekekkel, olyankor megvendégeljük őket egy finom kis ebéddel. Ez pedig már az anyaotthon bejáratánál lévő járda. Ezt is sikerült rendbe tenni. A jótékonysági szervezet mindezen túl 120 000 forintot is adományozott az intézmény számára a megemelkedett rezsiköltségek támogatására. A klub idén még a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei Egyesületének, a Gyöngyfa Napközi Otthonnak és a Madár utcai tagvodának segít. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Aranyvasárnap, advent 4. gyertyája is lángra lobbant. Tovább emelkedtek a karácsonyfák árai, de még mindig a Nordman fenyő a legnépszerűbb. Minden korábbinál többen segítettek, több mint 400 ajándékkal teli cipős doboz gyűjtöttek össze Szekszárdon. Mindenki karácsony a nagymányokon, szerényebben ünnepeltek a településen idén. Kedden folytatódik a frontoktól és jelentős légköri változásoktól mentes időjárás. Napközben fagyos, változóan felhős párás idő a jellemző. A kiskörzetekben, a Duna vonalában és a középső ország részben van esély a napsütésnek is. Éjjel csökken a felhőzet, de foltokban ismét párásság köt képződhet. Gyenge vagy mérsékelt fagyra kell készülni. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!